Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az elvonulásunkon. Megköszönöm Marian igen közvetlen és téres bevezetőjét. Nagy örömmel hallottam. És most már tudjátok, hogy miért nem vagyunk élmény központú iskola vagy hagyomány. Azért nem, mert ezek a tapasztalatok önmagukban annyit érnek, mint az a kulcs, amivel kinyitsz egy ajtót. De senki sem szokott megállni az ajtóban. Mindenki belép egy újabb térbe, egy újabb fejezetet kezd meg, hogyha hatalmas változás az az átlépés. De senki nem áll meg a kapuban. A tapasztalatod jön és megy, ahogy az ajtó nyílik és csukódik. Mi az, ami feltárul a tapasztalat által? Mi az, amivel az önképeid kevesebbek lesznek? Mi az, amivel az önvalód tényleg a tiéd lesz, mint tapasztalás? És ezt így hívom csak, hogy a léleknek a nem tudható, de tapasztalható tudatossága. Rengeteg névvel illetik. De mivel nincs neve és nincs formája, még az állapot szó is elég nehezen aggatható rá, ezért pusztán jelenlétnek, helyes kapcsolatnak, helyes működésnek, helyes felismerésnek lehet mondani. Ezek már mind-mind aspektusok, olyasféle jellemvonások, amelyek csak részben tudják közölni, hogy működik ez. Teljes mi voltában szóban nem fogható, és ez a szerencsénk. Viszont teljes mértékben tapasztalható. Nemrég egy kitűnő zenetanár azt mondta nekem, hogy amikor ugye Beethoven gyermek volt, és oda ment a zongorához, akkor elkezdte püfölni a billentyűket, és később megkérdezték tőle, hogy Ludwig, mit csinálsz? És azt mondta, hogy hát azok a hangok oda be vannak zárva, és ki kéne őket szabadítani. Michelangelo valami nagyon hasonlót mondott, amikor a szobrászatról kérdezték. Abban a márványban már kész van a szobor, csak a felesleget kell levágni róla. Benned már kész van a felébredett, csak a karmát kell levágni róla, az éberség pajszerével, a nem azonosulás gyönyörű csiszoló papírjával. Úgyhogy a munka rendkívül egyszerű, rendkívül természetes. Ezért azok, akik szerencsések és kreatív foglalkozásból szerezhetik meg életük fontos betevő falatját, azok nap mint nap tapasztalják azt, hogy ahhoz, hogy teremts, ahhoz le kell menned tényleg egy nagyon igaz, nagyon világos önmagadig. Nem biztos, hogy ez a végső tapasztalat, de egy önvalódhoz nagyon közeli, nagyon friss, nagyon természetes állapot, ami az ihletettség állapota, ahol a tehetséged megnyilatkozhat. Ha ez nincs meg, akkor ilyen mesterséges fröccsöntött művészet lesz belőle, és azt mindenki érzi, hogy nem minőségi. És itt van a minőségnek egy óriási szerepe. Amilyen minőséget teremtünk, az utal arra a minőségre, ahonnan az jött, ami teremtette, vagy aki teremtette. És ezért szoktunk múzeumba járni. Ezért szoktunk koncertekre járni, vagy szoborparkokba járni, vagy esetleg meditációs terembe járni, mert itt a karma jogának van a művészete, és a törvénye pedig a dharma. Nagyon érdekes, hogy a boldogságot hányféle módon keressük, és mennyire sok tévúton szenvedünk. Ha a boldogságot, a szeretetet, a megelégedettséget, a bölcsességet, az együttérzést, ezt mind valami nagyobb melléktermékének vagy folyományának fognánk föl, akkor valószínűleg jobban járnánk. Ezért amíg ember él a Földön, addig keresni fog. Valamit, ami meghaladja ezt a jelenségvilágot, azt a nagyobb egészet, amiből mindez következik, keresni fogunk. Mert addig nem nyugszunk, amíg meg nem találjuk. Amíg nincs menedék, nincs biztonság, nincs egy olyasféle tudás, tapasztalat, amely szerint ez az egész valamit ér.
valami felé haladhatunk benne. Nagyon sok évgyűrűn kell átmenni ahhoz, hogy a fakérgéhez elérkezzünk. Ugyanígy, hogy a fakérgétől a gyökeréig, a középvonaláig elérkezzünk, odáig is nagyon sok évgyűrűn át kell menni. Az emberi lélekben ezek az azonosulás gyűrűi. Ezek nem egyenletesek. A fában sem, attól függ, mennyi csapadék és napfény volt abban az évben. Milyen volt a hőmérséklet? Milyen egyéb hatások értek? Még a színárnyalatok is változnak. A gesznél is, a szijácsnál is. Nézd meg a világos és sötét gyűrűket, mondjuk a 200 éves fának a metszetében. Az egész története ott van. Az azonosulásaidban benne van a te történeted, hogy életről életre mit sajátítottál el, mivel azonosultál, kinek hitted magad, milyen önképek rakódtak le benned a traumák és örömök mátrixában. És ezért tesszük fel a kérdést, hogy mi ez? Mi ez az egész, amiből ez jön? És szerencsére szóba fogható, vagy akár szobor, vagy más formába kijönthető válasz nincs. Amíg csak egy hagyomány, vagy akár művészi iskola követelményeit szeretnéd kielégíteni, addig csak könyvből dolgozol, hogy a zenében csak kottából zenélsz. Utána a norma rendszereket megismerve meg is tudod haladni őket. Ez az, amikor a szútramesterből zen tanítvány lesz. Nagyon sok ilyen történetet olvashatsz. Az átbillenés itt a művészi autonómia, a szellemi autonómia és végül az emberi autonómia elérése. Egy olyan tudatosság, ahol a külső és a belső egyé vált, ahol a tér megmutatta természetét, ahol a tudat letisztult igazi, tükörszerű, térszerű természetére. És talán paradoxul hangzik, de tényleg ezzel tudunk segíteni magunkon és egymáson egyaránt. Nos, kinek van kérdése a gyakorlattal, a szobrokkal, a zenével, akár a templomi élettel kapcsolatban? Pár hónapja kezdtem el gyakorolni, és azóta jobban tudatában vagyok a gondolataimnak így a hétköznapi életben is, és sajnos azt tapasztaltam, hogy nagyon sok az ilyen negatív töltetű, olykor gonosz, vagy ilyen előítéletszerű gondolatom. Hogy tudom ezt még így csírájában megszüntetni? Vagy hogy be se jöjjön? Azt az elején nem tudod megcsinálni. Egyszerűen azért, mert a centrumod még nem elég olyan erős, hogy mint a mágnes a vasreszeléket rögtön magához rántsa. Így abból a vasreszelékből terminátor lesz, és nem szereted, amit látsz. Engedd, hogy a terminátor végigmenjen az útján. Nyugodtan engedd el, és nézd meg, hogy mit csinál. A tudatod a korábbi rutinból, a korábbi karmából, a korábbi azonosulásokból létrehozza ezt a daimont, görögül segítő, aztán a középkorban démon lett belőle. Ez a tudatnak egy vendége. Mi hozzuk létre, látjuk, vagy nem látjuk, de akkor is a tudat vendége. Megjelenik ebben a térben, amit hallottál. És az elején annyira nem vagyunk urai a saját teremtésünknek, hogy nem tudjuk ezt rögtön csírájában elvágni. Magyarul már elgondoltad, már elképzelted, már akartad, már ítéltél. Pillanatok alatt átzuhantál ezeken a fázisokon, mert még a pillanat nem elég tiszta. Amikor a pillanat rendkívül tiszta, akkor nem 1/8000 vagy 1/16000 az expozíció, hanem 1/végtelen. De ha ez nincs meg, akkor nézd meg az ok és okozat működését. És tanítsd magad. Nézd meg, hogyha az avatár végigmegy az útján, akkor mit csinál? Nyugodtan lásd az ok és okozatot, és mondod, hogy ó nem, hát a gonoszság, a bosszúállás, az irítség, a féltékenység, ezek ezt és ezt és ezt eredményezik, és zuhannak be a támogató tapasztalatok. Barátok, barátnők, ellenségek, szülők, rokonok, ismeretlenek, mind, ami ezt a tapasztalat sort támogatja, ami okozatiságában oda passzol, az így megjelenik.
És ekkor látod, hogy ezt a filmet is te rendezed. Úgyhogy amikor szerepre jelentkezik a következő negatív érzelemcsoport, akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen, és akkor a tantienbe visszaviszed. A tantienét úgy működik, mint az a különleges pékség, ahol a túros buktát, szerelmes levelet, tök magos pogácsát, amikor a nap végén már teljesen szárazak, akkor vissza lehet alakítani keltésztává. Töltelék külön, keltészta vissza a vajlingba, és a következő hajnalban a pékek frisset tudnak sütni belőle ugyanúgy. Nincs vesztesség, nincs szemét, egy morzsányi se. Ha tudat erre képes, a lélek tartalmat így lehet kiönteni formába, és vissza alakítani megnyilvánulás elé, teremtettség elé, ezt rossz szóval ürességnek hívják nyugaton. A sunyata az a teli üresség, vagy üres teljesség, az a fajta potencialitás, ami az aktualitáshoz képest olyan, mint a keltészta a kisült péksüteményhez képest. Ahogy látod ezeknek a karmáknak a belső működését, azt is látod, hogy ezek nem állandóak, más jelenségektől, kapcsolatoktól függőek, és tökéletlenek, nem abszolút jók vagy abszolút rosszak, hanem olyanok, amilyenek. És innentől kezdve nem félsz tőlük, nem hiszel bennük, mint abszolút létező, és akkor ki tudod belőlük vonni az energiát, és ki tudod belőlük vonni az információt. E kettő, egy valaminek a két oldala, hogy a fény lehet hullám természetű és részecske természetű, attól függ, honnan nézed. Tehát egy valami lényegnek van egy energia oldala, és van egy információ oldala. Bármelyiket megváltoztatod, megváltozik a másik is. És ezért, amikor az energiát visszaviszed ide a tantienbe, a keletkezés elé, a keltészta állapotába, akkor megváltozik a tudatosság is. Ezért folytatjuk ezt a rendkívül egyszerű, már unalmasnak hatható tudati gyakorlatot, a tantien fókuszt, amely minden karmát lebont. Semmit nem veszítesz el, csak a felesleges kötéseidet és illúzióidat. És ahogy gyakorolsz, egyre inkább vissza tudsz térni a tudat olyan tiszta állapotába, amely a teremtés előtt már megfogta az információt, mielőtt energiát kap. Szeretnélek a karmáról kérdezni. Ugye tudjuk, hogy van jó és rossz karma. Nem tudjuk. Szeretnél? Hát csináljunk. Általában ezt tapasztaljuk. A szűrőink, ugye? Szeretnél rossz és jó karmát? Csináljunk? Ne csináljunk. Nagyon jó. Ha nem csinálunk jó és rossz karmát, akkor az nem lesz. Mitől lesz jó vagy rossz a karma? Folytasd a kérdésedet tovább. Hát a rossz karmát ugye megpróbáljuk kikerülni. De nekem a kérdésem az, hogy a jó karmát hogy lehet elkerülni? Hogy tudjuk kezelni? Mert az is ide köt a földi elkerülni, léthez. Ha már létrehoztad a jót és a rosszat, miért szeretnéd a jó karmát elkerülni? Mondjad. Mert ide köt a földi léthez ugyanúgy, mint a rossz karma. Ez egy nagyon haladó nézet. Nem szeretnél újra születni itt a Földön? Hát még biztos fogok. Nem szeretnél újra születni ezen a Földön? Nem. Miért nem? Hát mert szeretnék megszabadulni minden karmától, ami ide köt. Mi a baj a Földhöz kötöttséggel, mondjad? Hát szenvedést okoz. Vannak, akik boldogok. És szenvednek is. Vannak, akiknek, a többségnek ez így nagyon jó. Te miért akarsz megszabadulni? Mert nem szeretnék szenvedni. Csak szenvedsz? Nem. Szerintem te többet vagy boldog, mint amennyit szenvedsz. Így van? Most igen. Örülök. Csak te szeretnél megszabadulni? Nem, másokat is szeretnénk megszabadítani. Aha, nagyon jó. Hogy tudsz másokat megszabadítani? A segítségükre vagyunk. Milyen környezetben lehetsz a segítségükre? A földi létben. Bravo. Szeretnél
szeretném a bodhiszattva utat rövidre zárni, csak így konceptuálisan számodra, és azért érjük el a megszabadulást, hogy saját teher nélkül szülessünk újra, bármely világban, minden lény megszabadítására. Így. És akkor nem gond az, hogy jövünk, megyünk, ilyen test, olyan test, minél tudatosabb, annál jobb, minél önzetlenebb, annál jobb, és ahhoz inkarnálódni kell, hogy inkarnálódott lényeknek segítsünk. Most hol van a probléma? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ha a karmánál tartunk, akkor nekem is van karmáról kapcsolatos kérdésem, mégpedig az életünk során, amikor úgy megszületünk, akkor ezzel a kis karmacsomaggal jövünk a világra, és hát próbáljuk ezt megoldani, és az élet különböző szakaszaiban bizonyos részét meg tudjuk oldani, de ha nem sikerült abban a szakaszban, már nem tudunk visszamenni. Tehát mondjuk én lehet, hogy gyermekkoromban lévő feladatot is mondjuk rosszul oldottam meg, de én már ilyen koromban nem tudom azt visszamenőleg megoldani. Tehát... Már a következő nap sem tudod megoldani. Már a rákövetkező órában sem tudod megoldani, az ajtók záródnak, kérem vigyázzanak. Hogyha elszalasztottuk megoldani ezeket. Nem. Körbe megy, légy türelmes. Újra megjelenik? Nagyon. A dolgod van vele, úgy megjelenik te. De akkor ez már csak egy következő életembe tud. Nem. Még ebben is. Hát gondold el. Fizetési felszólítás. Hát azon nyomban. Na de ezért mondom, hogy nincs. Nincs olyan, hogy bizonyos feladat bizonyos szakaszban. Tehát ugye arról is beszéltünk, hogy van egyéni karma, van olyan, amit csoportban vagy családban tudok megoldani, de ha én vagy már úgy párban, érzem... Ne felejtsd. Vagy párban, ez hát azt úgy igyekszem elfelejteni, mert például ezt se sikerült megoldani. Ezért hagyod ki, amit kihagysz, az visszajön kamatostól, és akkor meg az a baj. Tehát én úgy érzem, hogy azt már idén, nem idén, hanem ebben az életemben három nem tudom. Három nap az esztendőt. Elengedhetem én ezt úgy, hogy akkor ezt most ebben az életben már nem töröm rajta magam? Elengedheted, sőt, javaslom, hogy engedd el. Minél jobban töröd magad rajta, annál kevésbé vagy képes a megoldásra akkor, amikor ténylegesen megjelenik. Ez az egyszeri juhász, meg a farkas, meg a falu. Vigyázzanak, jön a farkas! Egész falu teljesen be volt kondicionálva a félelemre, és amikor tényleg jött a farkas, akkor meg senki nem ment a segítségére. Ez belül ugyanígy működik. Annyira szeretünk modellezni, bebiztosítani, előre tudni, minden ilyesmit, hogy amikor tényleg a probléma megjelenik a maga spontaneitásában, megjósolhatatlanságában, újszerűségében, nem várt módon, teljesen kész vagyunk. Tehetetlenek vagyunk, mert nem az elvárt módon teljesít a probléma. Nem úgy működik, ahogy mi azt szeretnénk. Nem azzal a veszéllyel jön, nem azt a kockázatot kell vállalni, hanem teljesen másképp. A párkapcsolati archetípusok, azok úgy mocorognak? Tehát el tudod gondolni, hogy ki lesz a következő ember, akibe beleszeretsz? Azt ugye nem? Én remélem, hogy nem. Azt tudod, hogy a korábbiakkal mi volt a probléma? De azt nem, hogy a következő az ugye mit fog neked adni, és mit fog tőled venni? De egy biztos, amennyiben változol te, annyiban változnak a vonzásaid és a választásaid. De ezek szerint akkor én nekem ezzel még mindig kell foglalkozni. Én azt nem tudhatom. Azt csak te tudod, hogy pontosan mihez és kihez ragaszkodsz belül. Az fontos. Nem lehet más feladatot választani még a maradék időre? De lehet. Nem senki, sok van már. Senki nem mondja meg neked kívül, hogy te milyen feladatot válasz. Abba az új feladatba bebújtatva ott lesz a régi, hogyha tényleg még dualisztikus viszony fűz hozzá, ott belül tégedet. Uh-huh. Amíg ítéletalkotó, dualisztikus, azonosuló, vonzó, taszító tudatosság van, addig a karma körbe jár. Ezért mondta Sun Tzu-zen mester, menj egyenesen, ne gondolkodj. Only go straight, Tana. És ez elképesztően fontos volt, mert az, hogy egyenesen menj, és ne ciklusokban, az a dualisztikus gondolkodás hiánya. Okay? Az annak a tökéletes meghaladása. Tehát az ég kék, a fű zöld, de ettől az ég nem jó, és a fű nem rossz.
ami feladatod van, akivel dolgod van, az szépen rövidebb vagy nagyobb sugarú körpályán megjelenik az életedben. Neked nem kell aggódni, hogy úristen, a múltamban milyen elintézetlenségek vannak. Majd szembe jön. Jó? És nem is kell tudni, hogy a múltból most old meg helyesen. Ha nem oldottad meg, szembe jön megint. És ha jól értem, akkor ameddig én nekem ez így kérdésként megfogalmazódik, addig biztos, hogy szembe is fog jönni. És amikor már kérdésként rosszabb. Meg sem jelenik. Amikor kérdésed van, és belül aggódsz, hogy úristen, és hogy mi lesz, meg hogy lesz, az a megteremted azt, ami addig nem volt. Tehát én teremtem. Bizony. Amikor nem is a kérdéssel, hanem a beletett gondolattal és érzelemmel, mert kérdés mögött annyi gondolat és érzelem lehet. Lehet aggodalom, félelem, vágy, harag, szeretet, gyűlölet, féltékenység, hát érzelem több százezer féle. Ugyanis amikor elkezded őket keverni, akkor ilyen nagyon speciális ízvilágok előjönnek. És azokat meg inyencek vagyunk, szeretjük. Ne keverd ki a karmát, és akkor... nem fogod az ecsetedet belemártani, és nem fogod megfesteni és belerakni az arcodat. Jó? Ezért most mit látsz, most mit hallasz, most mit csinálsz, most mit gondolsz és érzel. Ez a fontos. És hogyha ennek iránya van, akkor a múlt szépen, mint komposzt a kertben, befordul az ültetvény alá, és elkezdi termékenyíteni a tudatod talaját, ahelyett, hogy beszennyezné. Helyes hozzáálláson múlik az egész. Köszönöm. Az a tapasztalatom, hogy aki szellemi úton kezd el fejlődni, járni, az sok esetben túlgondol mindent, és mondjuk... Az milyen? Hát például, mint ő, hogy most a karmája szembe jön-e, vagy utólag meg kéne keresni, vagy az érzelmeinket hogy lehetne jól megélni, úgyhogy... Tehát, hogy ne is nyomjuk el őket, de ne is legyünk túlzottan a hatásuk rabjai, alatt folyamatosan a rabjai. A rabjai ne legyünk az érzelmeink. Milyen érzelmeknek nem szeretnél a rabja lenni? Például olyan van, hogy a szeretet rabja? Nem szoktuk hallani. Hát van. Van, de nem szoktuk hallani. Általában a szeretet az ilyen nem rabosító. Hát ezt nem mondanám. Hogyha ragaszkodást, birtoklást, kizárólagosságot, ilyeneket beleteszel a lojalitás, kitartás, kölcsönös segítség helyett, akkor a szeretetet is meg lehet színezni ilyenekkel. De eredetileg ezek nincsenek benne. Nézd meg, hogy mivel színezed meg a szeretetet, hogy rabul ejt. Hát ez nem meg a gyerekeivel kapcsolatban eléggé. Nagyon komoly. Eléggé rabja tud lenni. Bizony. Nézd meg, hogy milyen gyönyörű az, amikor az anya először veszi a keblére a gyermeket, és amikor ugye le kell választani róla. És utána évekkel később elengedni, és el kell viselni, hogy felnőtt lett. És ha 50 éves és van egy szakajtó gyerek, akkor is az én édes kicsi fiam, ez biztos, vagy a kicsi lányom, de akkor is felnőtt. És ezt el kell tudni viselni. Tehát itt az anyai kosárban azért a szereteten kívül még sok egyéb van. Egy. Úgy nem leszünk a rabjai, ha tényleg a gyakorlat közepette először és a mindennapi életben több egyszer látod, de nem nyomod el és nem éled ki. Látod. És hogyha olyat látsz, amit nem szeretnél tovább a lelkedben vinni, mint keletkezett érzelem, akkor nyugodtan engedd ide vissza a tantiembe, és akkor a nem túl jól sikerült lekváros buktából újra keltészta lesz, és szépen a lényeggé visszaalakul a jelenség. Ez lehet. Visszaforgatjuk a karmát. Amikor pedig meg kell nyilvánulni, akkor ha kellően beláttad a lényeg nélküliségét, az önálló lét nélküliségét az érzelmeknek, akkor röptében tudod transformálni őket. Tehát megjelenik valami nagyon-nagyon ordas és borzasztó hozzáállás egy közeli hozzátartozó felé, mert éppen akkor beborított, és olyat mondott, és olyat csinált, stb. És látod, hogy röpül felé a dárda, de hirtelen az együttérzés meglágyítja, és a dárdát áttranszformálja egy szálvirággá, és az esik le a földre.
ha elolvasod a Buddha életrajzát, ez ő vele megtörtént, amikor a megvilágosodás előtti utolsó éjszakája volt, akkor a legenda szerint Mára háromszor megkísértette, Mára volt a halál ura. És abból az egyik egy hatalmas nagy démonsereg volt, amely számtalan tüzes nyilat lőtt ki rá, és a magasztos nem mozdult, és a nyilak ilyen ártalmatlan virágok képében leestek oda a fa alá, éppen elé, meg köré. Hát aki egy picit is gyakorolt, az pontosan tudja, hogy minden karma manifesztálódik, amit te a lelkedben bármi módon megkötöttél, és azonosulásként viszel. Gautama Siddhartának a saját ksatria karmája mutatkozott meg, az, amit apuci szeretett volna, hogy legyen, hogy ő legyen a világ nagy uralkodója és seregek vezetője és a hódító, az a hős, aki kívül hódít és bekebelez és magáévá tesz. Ehelyett a Buddha valami teljesen más csinált, belül győzte le önmagát, azt az önképet, ami nem ő, de mégis az identitás trónjára törekszik. Úgyhogy transformáld röptében ezeket az érzelmeket. Ha eleget gyakoroltál, akkor tudod, hogy hogyan. Ha nem, akkor le kell állni, időt kell kérni, vissza kell vonulni egy kicsikét, mert akkor akármit mondasz, akármit csinálsz, akármit, akárhogy nyilvánulsz meg, az mind rossz. Mert nem tudtad a karmádat transformálni a pillanat tüzében, az éberség fényében. Ez mind lehet. A múltkori elvonuláson is, meg most is, meditáció közben ilyen random fejfájás, migrén, hányinger, meg ilyesmi jött rám. Ez normális? Normális, de nem szükségszerű. Amikor a karmát leviszed testre, a psziché a szómával, a testtel ilyen kapcsolatot épít ki, például erős utálat, önutálat karma tud így tisztulni. Nagyon komoly tudati, gondolati beakadások tudnak fejfájásként manifesztálódni. Amikor egy paradoxon nagyon komoly tartalommal lemegy a tudattalamba, és egyszerre két oldalról vered az ajtót. És akkor ez kiszakad. Tehát óriási fejfájást tud az okozni, hogy akarsz valamit, és a másik oldalról ugyanavval az erővel meg is tagadod magadtól. Csinálsz valamit óriási erővel, és nagyon mélyen nem hiszel benne. Ezek a fejfájások, amikor előjönnek, akkor ha van erőd hozzá, akkor kérdezz rá, hogy mi ez, honnan jön, és akkor kibomlik. Az egymásnak feszülő ellentétek szépen a tudat terében megmutatkoznak, és feloszlanak, akkor, hogyha nem akarsz rendet tenni köztük, ha nem ragaszkodsz hozzájuk. A legrosszabb magatartás, amikor meditáció alatt, hogy majd én! Hogy? Ki? Mit? Hát nézd a mozit! És akkor a rendező előbb-utóbb meglátja, hogy ő rendezi, és abba hagyja ezt az állandó fontoskodást és belső tüsténkedést, hogy ő meg akarja javítani, meg akarja tisztítani, majd ő. Tehát ő a legnagyobb akadály. Tehát ezt kell elengedni, és akkor szépen ez a nagyon görcsös gondolati, érzelmi komponensekből összecsomózódott karma szépen kisimul, elengeded, és akkor meg is tudsz szűnni gyökerestől. Nagyon fontos ilyenkor az energiafókusz, tehát le kell vinni a figyelmet tantienre. Nagyon fontos a tudat terének végtelenné tágítása, engedni, hogy kitáguljon, és nem ráfeszülni a problémára, és nem elengedni a lélegzetet. Amíg lélegzel, addig az energia folyik. Ha megakad a lélegzet, vagy a tudatosságod elmozdul róla, és uram, bocsá, belezuhan abba a karmába, amit egyébként meg akar oldani, akkor még több fájdalom van. Választódj le, lásd tisztán, hozd vissza a keletkezés helyére, és akkor magától szépen elkezd feloszlani és elmúlni. A nem tudás, amiről itt szó volt, illetve ha nem tudok valamit, ez a kettő között van-e bármi átfedés, azonosság, vagy esetleg egyik kizárja a másik? A nem tudás, mint mondjuk a létezés 12 rétű látszolatának az első tagja, mert olyan is van, mint fordítás. Én úgy szoktam fordítani, hogy nem látás.
Az a nem tudó tudat, vagy a gondolkodáson túllépett tudat, vagy a még nem dualitásokba merült tudat, az a nem tudható, tiszta önvaló tapasztalata. Az a nem tudás, amit az avidjából így fordítottak, az pont ennek a hiánya. Az a nem látás. A nem tudás itt azért megtévesztő, mert mintha információ hiányról lenne szó. Nem, túl sokat gondolkodunk, túlságosan ragaszkodunk a karmánkhoz, túlságosan erős az énünk, és ez az, ami lefedi eredeti tiszta önvalónkat. Az avidját tehát nem látásnak fordítanám, annak ellenére, hogy az angol ignorance az tényleg nem tudás. Hallhattátok, mert mindenki volt már kezdő interjún, hogy a nem tudható tapasztalata az nem információ hiány, hanem a téves nézetektől való mentesség, a hamis önképektől való mentesség és a dualisztikus illúzióktól való megszabadulás. Személyes adalékként, hogy én is egy kicsit paradox módon éltem meg azt, hogy most akkor nem tudom, és ettől nekem jobb lesz most. Hogy van? Volt egy olyan életszakasz, amikor nekem jobb volt az, hogy nem tudom. Ez teljesen nem fejeződött be mai napig sem. Nagyon jó oda visszamenni, és tudja más. Nem kell nekem mindent tudni. Nincs az a semmi baj. Ez az, amikor túl vagy töltve információval. Nullákkal és egyekkel. Fejléces és nem fejléces levelekkel, e-mailekkel, SMS-ekkel, üzenetekkel, üzenőfalakkal, ekkora túltöltöttség. És amikor visszatérsz a nem tudhatóhoz, a nem tudható tiszta tapasztalatához, akkor mint egy ilyen nagy piros C-gombot így benyomod, és az egész eltűnik, ha a tudatod tere elég tág, ha a centered elég erős. Hogyha a mosogató el tudja nyelni azt a sok-sok mosogató vizet, ami ott maradt az edények után. Hát ezért a tudatnak minőségkel, képességkel, közben fennmarad az a sok-sok karma, amit ugye el akartál volna tenni a helyére. Ehelyett elnyomás lett belőle, mert a gondolatot gondolattal nyomtad le, vagy az érzelmet érzelemmel nyomtad le. Úgyhogy a nem tudható tapasztalata az egyenlő a szóba és formában nem fogható igaz természetünk elérésével. Hogy egy kicsit a taoista verziót is mondja. Akkor, amikor nézed a létezés 12 rétű láncolatát, hogy mi következik az avidjából, rögtön az úgynevezett tudatfolyamatok kialakulása, tehát a lineáris és ciklikus tudatfolyamatok kialakulása, és utána beindul a duális hinta, beindul az én kép és a világkép, beindulnak az érzékszervek, beindul a szomja, amivel meg akarok újra és újra születni, hogy ezt tapasztaljam. És ehhez test kell, ehhez érzékszervek kellenek. És akkor a születés, öregség, betegség, halás, a forgás így megy körbe. Úgyhogy a nem tudás az nagyon más, mint a nem látás. Csökkentjük a sok-sok dualisztikus tudattartalmat, és akkor a látás előbb-utóbb kitisztul. Ha túl sokat tudunk, akkor elveszünk ebben a komplexitásban, és rengeteg problémát gyártunk le magunknak és másoknak egyaránt, mert a tudat nem tiszta. Mert az a sok tudás beleragadt. Képzeld el, hogy az önképed a fürdőszobában beleragad a tükörbe, és amikor kimész, akkor még ott van. Másnap reggel is ott van a tegnapi arcképed, és arra rávetül a ma reggeli. És ugye a hétvégén 7 darab arckép van a tükörben, mert nem tudtad törölni. Na az milyen? Az szörnyű. Pedig a karmánkat pontosan így rakjuk le, mint a guánót, keményen, vastagon. Ezért gyakorlunk, hogyha felfűtöd ezt a tükröt, akkor leolvad róla az egész. Ezért van az, hogy a meditáció közben ilyen hő fejlődik. A hőmérséklet megemelkedik fizikailag is, mentálisan pedig nem a hőmérséklet, hanem visszaalakul a karmád egy keletkezés előtti állapotba. Ehhez magasabb energiaszint kell, ez biztos. A karma kerekét, amiben folyamatosan forgunk, hogyha gyakorlunk, akkor változtatjuk dharma kerekévé? Először a meghajtást kell elérni. Tehát
A járművednek hány kereke van? Hány kereke van? Milyen járművet szeretnél? Kétkerekű darma jármű, bicikli. Négykerekű, személyautó. Van kereke? Van karma? Most még van. Hát azért kérdezted. Nem tudom, hány kereke van. Meghajtást kell vizsgálni, hogy mi az, ami meghajtja azt a kereket, jó? Mi az a differenciálmű, amelyik állandóan szépen differenciál, és úgy hajtja a jobb, meg a baloldali kerekeket is. Tehát, hogyha megállít a meghajtás, akkor előbb-utóbb a karma kereke is megszűnik forogni. Ehhez egy koant ajánlok figyelmetbe. Úgy hívják, hogy Gécsong szekere. Ez úgy szól, hogy Gécsong épített egy szekeret. Utána szétszette. Kivette az első tengelyt, levette a kerekeket. Kivette a hátsó tengelyt, levette a kerekeket. A szekér két oldalát levette az alapjáról, és a kocsirudat is kivette. Mi vált ezáltal világossá? Amikor a karma kereke megszűnik forogni, az egész jármű úgy, ahogy van, megmutatja öntermészet nélküliségét. Nézd meg a szívszutrát. Nem szükségszerű, hogy a karma kereke forogjon. Ha el akarsz érni valamit, forgatni kell. És akkor Buddha tanításában, mikor azt mondja, hogy elindította a darma kerekét? Az már más, akkor a valóságnak a tengelye már benne volt a kerékagyban. Tehát amíg csak úgy vezetgetünk jobbra-balra cikcakban a mezőn, és az orrunkat, szemünket, fülünket, egyebünket követjük, magyarul vágy és dű alapú a meghajtás, addig a jármű nagyon-nagyon rögös úton, és teljesen értelmezhetetlenül megy, és nagyrészt céltalanul. Ezt hívjuk rövid távú viselkedésnek. Csak rövid távon gondolkodunk. Hosszabb távon nem. És amikor a hosszabb táv, a nagyobb távlat, esetleg az inkarnációkon átívelő döntések, ezek megjelennek, akkor ez csak úgy tud igazából működni, hogy ismerem a törvényt, az út törvényét, ez a dharma. Ezért mondtam így képletesen, hogy a valóság tengelye összefogja a két kereket, mert az agyában benne van. Ez viszont már egy régi szanszkrit fogalomra visszamegy, az úgynevezett szukka, amikor a tengely, a kerék agyban benne van, és ezért a jármű menetkész, és lehet vele haladni. A dukka, a szenvedés az az, amikor a kerék elvesztette a tengelyt, és akkor szétesett. Az ember élet is szét tud esni, hogyha nem látjuk át a működését, és nem megfelelő irányba vezetjük. Akkor lesz a karma kerekéből dharma kerék, akkor megtalálja a valóság tengelyét. És akkor hirtelen, na milyen irányba megyünk? Akkor. És amíg nem találja meg, addig mi az, ami segíthet élni, létezni? Itt a kátyúk. Kimész a 11-es útra, olyanokat találsz te. Nem is hiszed el? Ez nagyon a kátyúk, a hibák, a szenvedés, a különböző negatív realizációk, hogy itt azért valami nincs a helyén. És akkor azt tanít. Vimalakirtiről nem sokat találtam. Vimalakirtiről azt tudjuk, hogy a Buddha idejében élt, és egy gyönyörű, fantasztikus motivációval és tudatminőséggel rendelkező világi tanító lett. A Vimalakirti Nirdesha Sutra az a gyűjtemény, amit a Mahayana előszeretettel használ. Az egyetlen egy tanító történet, ami úgy eljutott hozzám a 6 év Korea előtte egy év Amerika során, az az, hogy a Buddha körében egyszer egy gyűlést szerveztek, ahol az összes nagy tanítvány, bodhisattva, egyebek ott voltak, és a Buddha megkért mindenkit, hogy fejezzék ki a nem kettősséget, szanszkritul advaita, koreaiul turiom nungot, ez a nem kettősség. Hát mindenki olyan ékesen szólt te, hogy gyémántgyűrűk nem tudnak olyat. Manjushri, szamszára, nirvána, nem kettő. Avalokitesvara, szenvedés, boldogság, nem kettő. És így szépen hozták ezeket a párokat, hogy ezt is meghaladjuk, és nem kettősség, stb. És Vimalakirtihez ért a sor, és a kitűnő világi tanító, kérlek, fejezd ki a nem kettősség minőségét. Ezzel válaszolt Vimalakirti, és mindenki mélyen meghajolt ezen bölcsesség előtt.
Köszönöm szépen. Szívesen. A kreativitással kapcsolatban érintettél meg egy olyan dolgot, amit én így eddig még nem gondoltam át, hogy ez kapcsolatban van a gyakorlással. Mivel hétköznapi tapasztalatom az a tapasztalás, hogy megírok programokat, amikor megy, akkor látom és jön az egész. Amikor nincs ihlet, vagy nem vagyok benne, akkor nem is értem. És egész eddig tetszett az a fajta magyarázat, amit Beethoven, illetve Haydnnek a kottáin láttam, az SDG. Ez a kifelevetítése az egésznek. Nem volt jobb az, hogy Isten küldte neki, az még mindig a legjobb az akkori társadalomban. Hát gondold el, volt más platform? Nem volt. Folytasd. És ezek szerint akkor az az alkotó nem megmagyarázható valami, az hasonlítható az önvalóra, vagy az az önvaló? Hogyan tudnám ezt kontextusba tenni a saját LEGO játékomba? Úgyhogy megszűnsz róla gondolkodni, és csak teszed, akkor megszűnik a LEGO játék, és marad a kreativitás a maga friss, nascens, megmagyarázhatatlan mi voltában. De ha kontextust szeretnél tenni köré azért, hogy az intellektus megjósolhatóan meg tudja ismételni a mutatványt, azzal veszíted el. Az igazi biztonság az, amikor mersz a nem tudhatóban megmaradni, definíció, kontextus, taktika és egyebek nélkül. Ez az az igazi spontaneitás, ahol nem kell újra és újra a kognitív és emotív rétegeket leégetni valami kémiával. Most nézd meg, hogy a művészek miért szoktak hamar meghalni, mert általában a karmájukat valami folyadékkal, porral, gázzal leszokták égetni magukról, azért, hogy eljussanak addig a kreatív, élő, nyers valamihez, amiből jön ez az egész. Azt, hogyha önvalónkat szeretnénk tapasztalni, itt a zenben a forma nagyon világos, az odavezető út mindenkinél egyéni. Nem tudjuk definiálni, nem lehet fölépíteni rá egy egyhetes megvilágosodási stratégiát, mert akkor ez milyen sikerorientált és 1 millió forintért eladható dolog lenne. De nincs ilyen, szerencsére. Nem lehet olyan kontextust kialakítani, olyan definíciók közé tenni ezt az egészet, amitől ne halna meg. Ahhoz, hogy élő legyen, hogy működőképes legyen, ahhoz el kell vállalni azt, hogy nem tudható. És pillanatról pillanatra visszatérni ebbe a nem tudható állapotba, és paradox módon innen jön a legjobb programsor, a legihletettebb művészi mozdulat. Tehát a legeklatánsabb példa erre az, hogy a legintelligensebb emberekkel, az emmesterek között találkoztam. Úgyhogy állítólag ők nem is gondolkodnak sokat, meg nem is ragaszkodnak hozzá. Meg a nem tudhatóval foglalkoznak sokkal inkább, mint a tudhatóval. Lehet, hogy pont ezért megy nekik ilyen jól? Nekem elég sokszor sok kérdés így felvetül bennem, de aztán mire odaérek, hogy feltegyem őket, már nem értem nagyon a kérdést magát. Ez egy érdekes jelenet. De ezt hogy csinálod? Hát így valamennyire értelmét veszti a kérdés. Ó, tehát a kérdés szövegét érted, de az eredeti cél az már megszűnt, így van? Lehet, igen. Lehet. Tegyél egy olyat, hogy ami tegnap is, meg tegnap előtt is fontos volt, olyat tegyél föl most, a mai nap. Jó. Az, hogy miért ragaszkodunk, és hogy ezen belül miért ragaszkodunk pont a szenvedéshez, hogyha... Mert megszoktuk. Mm-hmm. Szeretjük a vérszagot, az izzadságszagot, a nehézségeket. Ezáltal fel tudjuk mutatni vérző szívünket és kifáradt végtagjainkat. Nagyon szeretünk szenvedni, mert ez demonstrálható. Lehet vele figyelmet kérni, együttérzést, odafordulást, segítséget, mindent lehet. A szenvedés, mint a följogosítana valamire, és tényleg az emberek többségéből együttérzést vált ki. De hogyha állandóan szenvedünk, és azért tesszük ezt, hogy másoktól ezeket a minőségeket kivívjuk, az nem őszinte. És ez a többi ragaszkodásra is vonatkozik? Hát ragaszkodás annyiféle van, mint égen hát a csillag. Az. A ragaszkodással csak akkor van probléma, ha nem tudsz elengedni. Most gondold el, hegymászók mennek föl a Nanka Parbatra éppen, össze vannak kötve, egyiknek a mászóvasa megcsúszik, szegecs kiesik, és a kötél megfogját, azért van olyan szépen összefűzve meg. És egyszer csak valaki szél, ne ragaszkodjál!
az élete múlik azon, hogy meg tudta fogni a kötelet, és a kötél meg tudta fogni a sziklát. Oké? Okay? Uh-huh. Ha valaki mondjuk vizet akar inni, de ragaszkodik ehhez a zenbothoz, akkor nem tudja a poharat a kezébe venni. Mindaddig, amíg a ragaszkodás az szükséges, ragaszkodj. Emberi kötődéseknél ez iszonyatosan fontos. 20 évig együtt élsz valakivel, van 3 gyereketek és egy szakajta unokátok, és kiderül, hogy te 55 évesen azt mondod, hogy hát én már nem ragaszkodom hozzá. Mi van? Te honnan tanul? Elmentem így, és zenekni azt mondták, hogy én ne ragaszkodjak, úgyhogy én hazajövök, és szeretlek, de nem ragaszkodom hozzád, szervusz. És így le van, mit csináltak te veled? Na, tehát nézzük meg, hogy a helyes emberi kötődés az pontosan hogyan működik, mi az, ami a lojalitás, a szeretet, a kitartás, a kölcsönös segítség gyönyörűséges dobozában benne van, és mi az, amit a ragaszkodásokkal nem szeretünk. Tehát amikor valaki féltékeny, amikor territoriális, amikor birtokló, amikor kizárólagos monopóliumot csinál belőled, ezeket nem szeretjük, és akkor ne ragaszkodjál már annyira ez, és a többi. Úgyhogy akkor el kell tudni engedni azt a képet, amit a másikról táplálunk, és akkor ezáltal talán ki tudjuk pajszerolni azt, hogy ő is elengedje azt a képet, amit rólad táplál. De igazából az életben a kérdésed fényében kétféle probléma van. Az egyik az a ragaszkodás, ami már szenvedést okoz, terméketlen akadály lett belőle, mert még mindig ragaszkodom ehhez a tárgyhoz, holott már inni szeretnék, és nem tudom a kezembe venni a poharat. Végre rájövök, hogy az evolúció törvényét követve ki tudom nyitni tenyeremet, és opozícióra képes végtagjaimat egyenes állapotba hozom. Hurrá! Meg tudom végre fogni a poharat, és iszom. Ekközben megszerettem a szabadságot, mert kiderült, hogy a két állapot között a tenyerem nyitva volt. És akkor a szabadságba szerelmesedem bele, és amikor újra szeretnék tölteni magamnak, akkor nem tudom megfogni a kancsót. Nem vagyok hajlandó ragaszkodni a kancsóhoz, nem vagyok hajlandó rákulcsolódni a nyelére, mert úristen, mi van, hogyha ragaszkodom hozzá? Lehet, hogy ez a kancsó önti majd rám a vizet. Ne vessél, de nézd meg a párkapcsolatodat, jó? A másik probléma az, amikor az ürességhez ragaszkodunk, ugye? Az első probléma, amikor a formához ragaszkodunk. És bármelyikkel probléma van, azt te csináltad. Tehát ne ragaszkodj se a formához, se az ürességhez. A tan azért jó, főleg a Mahayana, mert annyira a középutat hirdeti és tanítja, hogy az összes szélsőséget közben megtapasztalod. Gyerekek között dolgozom, ez egy elég ideális állapot, és amióta velük dolgozom azóta, vagyis ott tapasztalom meg legjobban azt, hogy intuitívnek kell lenni, és az jön is, mert minden pillanatban mindig helyt kell állni, és sosem lehet tudni, hogy mi történik. De minden működik, nagyon szeretem a gyerekeket, nagyon szeretnek engem, szülőkkel is minden rendben van, és valami még sincs rendben. Kérlek, segíts rámutatni, hogy mit kell valahogy máshogy látnom. Mire vágysz, ami nem teljesül mindeközben, amit elmondtál? Hát ezt kellene kideríteni. Megfogalmazom másképp. Mi az, ami megtörténik ezen közben, aminek szerinted nem lenne szabad megtörténnie? Hát, hogy múlnak az évek, és úgy érzem, hogy nem vagyok a helyemen. Ezen szeretetteli, intuitív, spontán, gyermekközpontú munka és életmód következtében valami úgy mondatja veled, hogy nem vagy a helyeden. Azt mondtad, hogy ott vagy a helyeden, ahol tölteni is tudod magad, nem csak adni, hanem töltődsz is. És töltődök a túlélés szintjén, de nem történik meg az, a munkahely amit... a legritkábban alkalmas az újratöltés. Azért szoktunk idejönni. Igen, pont ezt akartam mondani. Ezt ne várd, hogy egy bizonyos fokon túl a gyerekek visszatöltik. Hát ott azért tényleg nagyobb az entrópia még náluk, ezért van szükség a jó pedagógusra, jó nevelőre, stb. Stb. Tehát az egész életmódodban legyen benne a helyes energiakifejtés, és utána pedig a helyes újratöltés mozzanata, de ez egy helyen, egy társadalmi környezetben a lehető legritkábban van benne. Hát itt az emberek olyan szépen feltöltik magukat, hogy már unatkoznak tőle, és akkor ki kell menni, meg kell hemperegni a világban, milyen jól esett, elég volt, visszajövünk, és megint egy picit levakarjuk magunkról, meg főtöltjük magunkat.
teljesen rendben van. Úgyhogy ne egy helyről akard ezt. Az életed teljessége, az a ciklusgyűjtemény, amelyben éled az életedet, az tartalmazza ezeket a helyeket, emberi környezeteket. Ezt egy helyről ne várd. És amikor ez a gyűjtemény kiegészül, akkor vannak barátok, van munkaközösség, van szanga, vannak ismeretlen emberek, akikkel rendszeresen egy vonaton ülsz, mert mindig ugyanarra a járatpára szállsz föl. Ez ismer egy társaság, és egy idő után elkezdenek beszélgetni, és az milyen érdekes. Csoportkarma. Amikor ez harmonizálódik, akkor úgy érzed, hogy a helyeden vagy. De ez nem egy kifejezett emberi közösség. A legritkább. A belső hierarchiára szükség van. Miért? Mert a legfelső tag a hierarchiában az a legértékesebb, ott tudsz leginkább önmagad lenni, feltöltődni, és a többi. Letisztulni, megerősödni. Ez a legfontosabb, mert enélkül az összes többi lehetetlen. Tehát hierarchiára szükség van. De mindent egy helyen nem lehet. Mikor eljövök ide gyakorolni, és utána innen visszamegyek dolgozni, akkor viszont ott van egy ilyen 2-3 napos szünet, mert szinte szólni sem tudok. Tehát a gyerekek ilyen önműködőek lesznek, és én alig szólalok meg, mert valahogy nagyon nehéz így átállni. Hát előbb-utóbb azért szóra bírnak ők, csak az átmenet időszakában azért van valami, ami nem hétköznapi, ez biztos észrevetted, hogyha egy intenzívebb templomi gyakorlat után visszamész az iskolába, akkor a jelenléted más. Úgy néz ki, hogy a gyerekek teljesen öntörvényűek, de mégis kötődnek hozzád ezen a jelenléten, vagy külső téren keresztül, amely be a te lélektartalmad belemegy. És másképp viselkednek, hogyha te belül erős vagy és szilárd, és teljesen másképp viselkednek, amikor szét vagy esve, és alacsony az energiaszinted. Ezt minden pedagógus aláírja. Így. Újra kell tölteni az akkumulátort, felszínt kisimítani, mélységet megerősíteni, és akkor működik, és teljesen másképp viszonyulnak hozzád. Kicsit, mint a dzsungel. Tehát bemész, és a legnagyobb, legerősebb állatnak már ordítania se kell, és az összes többi kicsit. Ne feledjük el, hogy az osztályteremben a tanerő az, aki tanít. Tanul a gyerekektől is közben, ez nyilvánvaló. De az alapműködés az, hogy a gyerek tanul és elsajátít, a tanerő pedig tanít. Ezen közben fantasztikus adatcsere, érzelem és gondolatcsere mindenféle van. Okay? Nem egy oldalú. De a viszony nagyon világos kell, hogy legyen, különben a gyerekek szétütik az osztálytermet, kiborítják a tanárt, miszlikre szabdalják a figyelmedet. Miért? Mert megtehetik, mert megengedted, mert nem voltál elég erős. Úgyhogy itt, amikor az egy tudatot tanítjuk, akkor az erős és tiszta tudatot tanítjuk ezen az egység tapasztalaton keresztül, nem pedig a befeszülésen, vagy a muszkuláris feszültségen keresztül. Jó? Az átmenet is rendben van. Aztán nézed, amikor a mutató bemegy a sárgába, akkor nézed az internetet, és amikor a pirosat megközelíti, lenyomod az Enter gombot, és jössz ide-vissza. Teljesen normális. Jó? Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Itt a tanulásságról, a tanításról volt szó, és én azt szeretném megkérdezni, hogy és itt ugye mi itt együtt gyakorlunk, és jövünk rendszeresen töltődni ezen szent helyre, és az a kérdésem, hogy... De jól esett, ahogy ezt mondtad te. Hát előbb-utóbb az is lesz, csak még kicsit, egy pár szent hely, szentély, ilyesmi kellene hozzá. Igen. Hogy működik ez nálad, hogy ugye tanítasz, és hogy mikor válik valaki nem csak gyakorlóvá, hanem tanítványá. Mikor számít, mitől lesz tanítvány valaki, az egy ilyen felavatási ceremónia keretében történik. Akkor nagyon könnyű lenne, te én felavatnám őket, azt olyan tanítványok lennének, hogy így, és mindenki jönne onnantól kezdve minden elvonulásra, interjúra, lojális lenne, adakozna, segítene, tehát egy ilyen kis puty, beavatás, enter gomb, és már meg is van, hát nem. Ez pont fordítva van, ez természetes kiválasztódás szintjén van, aki újra és újra megjelenik, és kibírja azt, hogy látszólag nem történik semmi, az interjú szobában pedig nem tudja, és
és folyamatos frusztrációnak van kitéve azáltal, hogy együttérző mosolyal azt mondod, hogy házi feladat. Abból lesz a tanítvány, akinél ez egyszerűen fontossá válik. És utána tehet fogadalmat, van olyan tanítványom, aki 10 éve itt van, és nem tett 10 fogadalmat, nem baj. Ő úgy gondolta. Tehát a jelenléten múlik ez. Azért nincs tagsági kártya. Észrevetted? Az eredeti fény templom tagsági kártyái hiányoznak. Miért? Mert aki itt van, az a tagság. Tehát a tanítványság az egy nagyon szívbéli dolog. Én azt érzem, hogy mindenki döntse el, hogy pontosan mennyit szeretne erre szánni energiát és időt, és ne az intellektusával gondolja ezt, és porciózza. Ha a szíve ide húzza, jöjjön. Ha a szíve nem húzza ide, ne jöjjön. Hogyha tényleg szeretne haladni az úton, küzdje le az ítéletalkotó tudatát, a szeretem, nem szeretemet, illeszkedjen be, hallja meg a tanítást, fogadja el a tanítót, mint tanítót, és akkor haladhat az úton. De ez a természetes kiválasztódás, ez nem cserélhető föl más típusú motivációval. Majd adok neked egy ilyen bizonyítványt, és akkor laminálva te ettől jobb leszel. Meg neked boldogabb lesz az életed attól, hogy egy plecsnit ide tűztél, és rá van írva, hogy EFZK. Ettől te nem leszel jobb. Ettől nem leszel boldogabb. Ha idejössz, és gyakorolsz, és belül valamit realizálsz, és segítesz másoknak, segítesz a templomnak, ettől boldogabb leszel az egész együtt. És így végezetül megismétlem azt, amit nagyon sokszor meditációs instrukciók alatt mondunk, hogy a legelső meditációs technika az, hogy mersz őszinte lenni önmagaddal. Ezért aki pusztán ambiciózus, pusztán a külsőségekben akar elérni valamit, az itt biztos, hogy csalódni fog. Mert az egész templomtér úgy működik, mint egy röntgengép. Főleg az interjúszoba az a legveszélyesebb. Bejössz, és a rezonancia kép már is ott van a térben. Mi a baj? Semmi. Jó, itt a koan. Most már baj van. Ha tényleg szeretnéd ezt csinálni, akkor gyere, és gyere többször. És szívesen fogadunk, akkor is, ha jól vagy, akkor is, ha rosszul vagy. Akkor is, ha te segítesz, vagy te szorulsz segítségre. És ez a fajta lojalitás, ez nem terem más fán. Ez a tapasztalat, a döntés, az önzetlenség, a helyes, együttérző odafordulás útján sajátítható csak el. Ezért köszönöm meg mindenkinek, hogy saját akaratából van itt. És nem azért, mert így kap érte valamit. A gyakorlatnak gyönyörű hozadékai vannak, nem várt áldásai vannak, a tisztulásnak gyönyörű fájdalmai szoktak lenni, de ezeket nem lehet sem előre jelezni, betárazni, megjósolni, és végképp nem lehet áruba bocsátani. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek azt a gyakorlatot, amit eddig együtt végeztünk. Szeretném, hogyha ezt közös akarattal tovább folytatnánk, elérnénk egy tiszta tudatot, erős középpontot, helyesen megnyilvánuló akaratot, és ezzel szabadítanánk meg minden szenvedő lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen a figyelmet!